Köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. A Torontói Magyar Ház építkezési munkáinak megkezdésével egy időben a vezetőség elhatározta, hogy újra szervezi a tagságot a ház jövendő megnyitásáig. Négyen beszélgettek erről a fontos kérdésről a kameráink előtt. Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Török Antal vagyok, a Kanadai Magyar Kultúrközpont közkapcsolatok igazgatója. A mai adásunkban egy nagyon fontos kérdés sorozat megbeszélésére kerül sor, a Kanadai Magyar Kultúrközpont jelene és jövője. Ennek a jelentős megbeszélésnek a napirendre tűzését elhatároztuk az Új ház, új gondolatok, új lendület címmel. Szeretném bemutatni a kerekasztal résztvevőit, Szőcs Klára elnököt, a Kanadai Magyar Kultúrközpont elnökasszonyát, Tóth Erzsébetet, a jelendő Kultúrközpont tagját, Komáromi Andrást, az ifjúságért és a sportért felelős igazgatót. Az első kérdésem az volna, hogy a Magyar Ház jelenlegi felújítási munkáinak az ismertetéséről lehetne szót ejteni, és azt hiszem a legilletékesebb személy erre felkérem Szőcs Klára elnökasszonyt, hogy erről számoljon. Köszönöm, Anti. 2011-ben lett eladva a ház, és most pontosan 3 éve, hogy kiköltöztünk onnan. Másfél éve sikerült találni egy olyan épületet, amit fel tudunk használni, és anyagi pénzforrás is van benne, amit mi a legfontosabbnak gondoltunk akkor. A parkolóhely elegendő, akkor elérhető a tömegközlekedéssel, kocsival, és a belső részet át tudjuk úgy alakítani, hogy megfeleljen a közösség igényére. Tehát most akkor az utolsó másfél év körülbelül azzal ment el, hogy terveztük építészmérnökökkel, gépészmérnökökkel, villamosmérnökökkel, tehát szakemberekkel. Most ott állunk, hogy kezdődjön az építkezés. Mikor a várható az új Magyar Ház, Magyar Kultúrközpont átadása? Hát kinyitni szeretnénk még mielőtt az új választások jönnek, novemberben, 2015 novemberben. A kérdésem másik része az volna, hogy milyen egyesületek és csoportokra számít? Hát elsőlegesen persze visszavárjuk azokat a szervezeteket, akik eddig is velünk voltak, közöttük természetesen a Dr. Halász János Könyvtár, ami saját szervezetünk fog működni. Az Arany János iskola visszaköltözik, szintén a Magyar Ház szervezete, de nyugdíjasok, vadászok, Bácskabánát, székely, kertészek, tehát azok a csoportok, akik eddig is segítettek és velünk voltak, de természetesen várunk új csoportokat, szervezeteket, tagokat, és persze egyesületek, mint a Mérnök Egyesület, Magyar Alap, Kodály Együttes, Helikon Társaságot, nagy szeretettel várjuk velük, most is eléggé jól működtünk az idén, amíg mandátumunk tart. És ugyanakkor újabb szervezeteket is, mint a HUVÁK, a Magyar Képzőművészeknek a szervezete, talán a Rákóczi Egyesület, ki tudja, hogy még kiket érdekel, vagy újabb szervezetek, akik jönnek és helyet kapnak, és csoportjai lesznek a Magyar Háznak. Talán összefoglalva az, hogy mindenkit szeretettel várunk. Mindenkit szeretettel várunk, és nagyon sok új tagot várunk, akik hoznak fel lendülést az új Magyar Házba. A következő kérdésemet Komáromi Andrásnak, az ifjúsági és a sportért felelős igazgatónak tenném fel. A kérdésem az volna, hogy mi az ifjabb korosztály jelentős szerepe a jelenben és a jövőben? Hát épségen az ifjúsági emberek segítenek a Magyar Házban önkénteskedni egy kicsit, és hát szeretnék, hogy több esemény lesz neki, mint ahogy volt, ilyen moziest, ilyen diszkó, játék est, ilyesmi, és hogy a jövőben az a lényeg, hogy több ifjúsági tagunk legyen, meg esetleg egy ifjúsági csoport a Magyar Háznak, vagy egy csoport egyáltalán a magyar közönségben, amit dolgozik a Magyar Házzal együtt.
Azt hiszem, hogy a következő kérdés nagyon lényeges, és egy olyan személyt kérdezek meg, aki leendő magyar házi tag lesz. Szeretném bemutatni Tóth Erzsébetet. Kedves Erzsébet, mi a véleménye arról, hogy hogyan lehetne és milyen módon lehetne bővíteni a Magyar Kultúrközpont tagságát? Hát az én véleményem szerint nagyon lelkesítő, amit elhangzott eddig. Szeretném én igazán tapasztalni, hogy valamiféle pozitív, lelkesítő változás indul el a magyar házi életében. Mint tulajdonképpen új kanadai, nekem is nagyon fontos az, hogy legyen végre egy olyan hely, ahová a magyarságom által tartozom, mivel ez tényleg nagyon hiányzik az életünkből, ez nagyon lényeges és fontos megtartani a magyarságtudatunkat. A gyerekeink számára nagyon fontos az anyanyelv ápolása, megfelelő kulturális programok szervezése, amit én szívesen látnék a magyar háztól. Nagyon fontos ez a gyerekeimnek, a jövő képének az a továbbfejlesztésében, mint magyarul gondolkodó állampolgár, magyarul gondolkodó kanadai állampolgár. És még hozzátenném azt, hogy az én korosztályomnak is nagyon fontos lenne, hogy egy meghitt kapcsolatokat teremtő, ápoló közösséghez tartozzunk. Ez nagyon fontos számomra. Kedves Erzsébet, a kérdésem az volna, hogy milyen programra gondol, hogy hogy lehetne a családosokat behívni a Magyar Ház Kultúrközpontba? Számomra nagyon lelkesítő lenne mindenféle kulturális programon részt venni, például képzőművészeti, zenei és irodalmi programokon. A Magyar Kultúrközpontnak a támogatása, itt nem csak az önkéntes munkára gondolok, hanem adománygyűjtésre, anyagi támogatására gondolok, ugyanis a jelenlegi magyarházi tagság, amit be kell évente fizetni, ez nagyon kevés összeg ahhoz, hogy eredményesen fent tudjuk tartani a kultúrközpontot. A tagság, a vezetőség jelen pillanatban mindenki önkéntes, tehát senki nem kap fizetést a munkájáért. Ezt idézőjelben teszem, ez egy nagyon hálátlan feladat, mert mindenki dolgozik és próbálja a legjobbját tenni a Magyar Kultúrközpontért, de nagyon sok kritikát is kapunk. De itt szeretném kihangsúlyozni az adománygyűjtést, tehát az adományokat, amit önök meg tudnak tenni, vagy adni a Magyar Háznak, nagyon-nagyon szívesen fogadjuk, és szeretettel köszönjük. Itt szeretném kiemelni azt, és kihangsúlyozni, hogy a média és a Magyar Kultúrközpont, ez nagyon lényegesen összefügg. Tehát minél több esemény történik a Magyar Házban, szeretnénk a médiát és a KMTV-t is értesíteni erről, hogy önök is tudjanak erről. Ezúttal szeretném megköszönni a Kanadai Magyar Televíziónak, hogy lehetőséget adott erre a kerekasztal megbeszélésre. Kedves nézőink, búcsúzom, köszönöm a szíves figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra. A Kanadai Magyar Kultúrközpont meghívja önt és ismerőseit egy érdekfeszítő könyvbemutatóra, mely az újjáépítés alatt álló Magyar Házban lesz, holnap délután, 3 órakor, a 32 Bermondsey Road alatt. Tímár Gábor a Magyar Királyi Honvédi Légierőkről írt történelmi könyvet. A szerző előadása során bemutatja az 1930-as évek közép-európai politikai forgatagát. Megtudhatjuk egy szigorúan titkos és kockázatos, valamint világpolitikailag jelentős repülőút igaz történetét. Használja ki az alkalmat, és ismerkedjék az újjáépülő Magyar Házzal is. Sok szeretettel várja önt a Magyar Ház vezetősége. Napjaink, rendelje meg ön és lapjaink. $40 egész évre, hova küldjük, milyen névre? www.napjaink.ca 2768-0997. Napjaink, lapjaink, ezt olvassa apraja és nagyjaink. Riportokkal teletűzve, jó humorral főszerezve, testi, lelki, szellemi, otthoni és itteni. Napjaink, napjaink, rendelje meg ön és lapjaink. A világot látni kell. Utazásaihoz válassza a Travel Expressions-t. 30 éves tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Személyre szabott kedvező árak a világ minden pontjára.
Hajó, repülőutak, busztúrák egyénileg vagy csoportosan, szállodafoglalás, autókölcsönzés, meghívó levelek készítése, betegbiztosítások teljes körű ügyintézése. Forduljanak bizalommal torontói vagy londoni irodánkhoz. A Vállalkozók Szövetségének karácsonyi vacsoráján mutatkozott be az új kereskedelmi attasé. Most önök is megismerhetik. Minden évben karácsony előtt megrendezi üzleti vacsoráját a kanadai magyar üzleti közösség. Az idén erre a Tokaji étterembe került sor. A diplomáciai testület több tagja is részt vett a vacsorán, köztük dr. Szabó Stefánia főkonzul. Dr. Király Ödön kereskedelmi tanácsos rendszeres résztvevője volt ezeknek a vacsoráknak, azonban most, 3 évi szolgálat után hazament. A televíziókon keresztül búcsúzik el a kanadaiaktól. 3 év jelentős idő, ha az ember életét nézzük. Más szempontból, a gazdasági folyamatok szempontjából egy középtáv. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban sok mindent elértünk, sok mindent elindítottunk, és hát az élet olyan, hogy vannak dolgok, amiket mi kezdünk el, utódunk majd befejezi, folytatja, és hát remélem, hogy ő is hasonló sikereket fog elérni ezen a piacon. Kérem önöket, hogy mint ahogy minket is, támogassák majd törekvéseit, hiszen ez egy közös munka, ami akkor hoz eredményt, hogyha mindenki hozzáteszi azt, amit maga tud, kapcsolatait, ismereteit, segítségét, vagy adott esetben a barátságát, amit itt oly sok társaság és ember részéről élvezhettük. Ezt ismételten szeretném megköszönni, mind a magam, mind feleségem Ágnes nevében, és hát remélem, hogy otthon lesz alkalmunk találkozni, folytatni a beszélgetéseket, a kapcsolatépítést, amelyet itt elkezdtünk, hiszen nagyon sokan látogatnak Kanadából Magyarországra. Szeretettel várjuk őket otthon, akár nálunk, a lakásunkban, akár majd új munkahelyemen. Köszönöm a figyelmüket! Király Ödön, mielőtt visszatért volna Magyarországra, egy interjút adott televíziónknak, amelyet a közeljövőben láthatnak. Dr. Sterbacki Tibor, új kereskedelmi attasé, szintén részt vett ezen a vacsorán, ahol röviden vázolta elképzeléseit. Király Ödön úr utódaként november közepe óta én vagyok a külgazdasági attasé a torontói magyar főkonzulátuson. A külgazdasági és külügyminisztérium legfőbb célja az, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel, beleértve ebbe a külügyminisztériumhoz kapcsolódó háttérintézmények, mint az Exim Bank, Nemzeti Befektetési Ügynökség, Magyar Nemzeti Kereskedőház, támogassa és erősítse a magyar exporttevékenységet, és ösztönözze a külföldi működőtőke befektetést Magyarországon. Kanada azt gondolom, hogy remek lehetőségeket kínál. A magyar export dinamikusan növekszik. Az én feladatom, hogy ezt tovább erősítsük, főleg mezőgazdaság, autóipar, autóipari alkatrészek, orvosi műszerek, gyógyszerek terén, illetve, hogy az igen magas színvonalat képviselő kanadai tőke Magyarországra jöjjön, és ott hozzájáruljon a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Ebben a munkában támaszkodunk nagyon az itteni magyar vállalkozókra is, akik már jelen vannak, ismerik a kanadai viszonyokat, ismerik a kanadai helyzetet, szabályokat, úgyhogy velük együttműködve próbáljuk meg ezeket a célokat teljesíteni. A vacsorán részt vett Michael DiBiase, Vanváros alpolgármestere, aki vázolta a városban a lehetséges üzleti lehetőségeket. Majd a finom vacsora következett. Vacsora után vidám beszélgetés zárta az estet. Közszolgálati hirdetésünk következik. Kellemes helyszínen meghitt szórakozást kínálunk önnek, kedvesének és barátainak Valentine's Day-kor február 14-én.
Töltse a szerelmesek napját a kanadai magyar tévé által szervezett partin a Golden Line Restaurantban, amely Etobicoke-ban az 5 Kenmore Drive alatt található az Islington és Queensway Avenue kereszteződésénél. Élő zene, finom vacsora és tánc várja önöket, ha velünk töltik az estet. A belépőjegy $75, mely magában foglalja a vacsorát és egy italt az érkezéskor. Hívjon bennünket a tévé számán 416-333-3004, vagy küldjön e-mailt a marketing@magyarképek.tv e-mail címre. Velünk biztosan jól fogja érezni magát. Tokai Wine Boutique és Restaurantban több mint 50 magyar bor és 20 féle pálinka közül válogathat. Az étterem ideális hely születésnapi partik, baby és wedding showerek, kisebb rendezvények, továbbá céges partik számára. A nálunk kapható magyaros ételekkel biztosan nem van szégyen vendégei, üzleti partnerei előtt. Látogassa meg a Tokai éttermet, ha igazi magyaros környezetben szeretné élvezni a magyar ételeket és borokat. Szeretettel hívjuk és várjuk kedves vendégeinket a Tokai étteremben. Mi tudjuk, hogy a magyar bornak nincs párja. Kanadában díjat nyert egy tokai bor. Az ottawai nagykövetségen került sor a díjátadásra, melyen mi is ott voltunk. Kanada legjobb importbora lett a tokai. A magyar borok közül elsőként a Mádi Szent Tamás pincészet Dry by Tokaj bora nyerte az ontériói tartománybeli Vaughanban székelő Top Choice Awards nemzetközi marketingkutató cég Top Imported White Wine of Canada díját. A díj átadására az ottawai magyar nagykövetségen került sor november 25-én. A díjat olyan vállalkozások, olyan személyek kapják, akik szenvedéllyel hisznek abban és tesznek azért, amit csinálnak, mondta David Silvestri, a Top Choice Awards ügyvezetője, a kanadai legjobb termékeknek és szolgáltatásoknak járó díjat ismertetve. Top imported white wine of 2014 in Canada, dry by Tokaj, here tonight in Ottawa. Congratulations, whoever is supposed to receive it. Az esemény házigazdája, dr. Ódor Bálint nagykövet, az új külgazdasági politika fókuszai között a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését kiemelve a magyar borokban rejlő üzleti lehetőségeket hangsúlyozta. A bor nem csak egy termék, egy ország kultúrájának a kifejeződése, így fontos szerepet kap az országimázs építésében is, ezen belül kiemelten a gazdasági együttműködés erősítésében. És bár a magyar mondás szerint a jó bornak nem kell cégér, a jó boroknak is nagy szükségük van a mai kornak és nemzetközi piaci igényeknek megfelelő bormarketingre és ilyen rangos elismerésekre, mondta a nagykövet. Tornai Tamásnak, a hegyközségek nemzeti tanácsa elnökének a díjátadás alkalmából küldött köszöntőjéből idézve, a Dry by Tokaj sikere egy együttműködés és közös fejlesztés az észak-amerikai piacon a magyar borok promócióját elősegítő Vinum Tokaj International és a Mádi Szent Tamás pincészet közös munkájának eredménye. Az elismerés mindenek előtt a boré és az alkotóké, de talán joggal büszke rá a teljes tokai borrégió, valamennyi magyar borvidék, a teljes magyar borászat. A nagy sikert elért bor a magyar borászat üzenete a kanadai fogyasztóknak, míg a Vinum Tokaj International és a Szent Tamás pincészet együttműködése biztató példa más borászatok és borvidékek számára is. E díj reményeink szerint a kanadai fogyasztókban megerősíti a magyar borok iránti bizalmat és felkelti a kíváncsiságot más magyar borok kipróbálására és a kalandvágyat az igazán különleges magyar borvidékek felfedezésére. A díjat Szepsi István, a Szent Tamás pincészet főborásza vette át. Thank you very much. We are very surprised to get this prize because it's the first year we could show and sell our wine first in Canada. Az észak-amerikai piacon a magyar borok promócióját elősegítő Vinum Tokaj International céggel közösen egy olyan bort próbáltunk kifejleszteni, mely összetevői tekintetében a borvidék jellegzetes szőlőfajtáinak a legjobb együttes megjelenését adja, és amely a kanadai borfogyasztók ízlésvilágának is a legjobban megfelel, mondta a bor alkotója.
A Drive-By Tokajt a kanadai piacra fejlesztettük, így bízunk benne, hogy hamarosan elérhető lesz a kanadai italbolt hálózatokban is. Addig partnereink a Vinum Tokaj International, a Vinum Tokaj Canada biztosítják, hogy a leglelkesebb borkedvelők a torontói Tokaj Wine Boutique étteremben kóstolhassák, fogyaszthassák és házhoz szállítással megrendelhessék, nyilatkozta Szepsi István. Óriási öröm számunkra, hogy Kanadában, itt a Követség épületében átvehettük a Top Choice magazinnek a díját a legjobb importbor kategóriában. És ez különösképp, ez sok szempontból öröm azért, mert minden díj egyébként valamilyen fajta visszaigazolást ad az elmúlt időszaknak a munkájáról. Másik dolog az az, hogy a szárazbornak nem nagy története van még egyébként a borvidéken, egy kicsivel több, mint egy évtizedre nyúlik vissza. Mindig volt a borvidéken, de nem volt ekkora jelentősége, mint az elmúlt egy évtizedben, és ez igazolja, hogy a borvidék és maga a fajta az alkalmas arra, hogy a világnak olyan bort ad, amit a világnak is meg merünk mutatni, és meg is lehet, és meg is kell mutatni. A másik az különösképpen azért nagy öröm, mert hogy alig egy éve kezdtünk el dolgozni itt Kanadában, és mind kereskedelmileg, mind elismerés szempontjából komoly visszaigazolást kaptunk arra, hogy a tokaji boroknak mindenképpen helyük van az országban. A díjátadási ceremóniát követően borbemutatón a sajtó képviselői kóstolhatták meg a Szent Tamás pincészet kanadai piacra kifejlesztett Dry by Tokaj és Sweet by Tokaj borait. A kanadai borpromóciós projektet tavaly decemberben indította el a Vinum Tokaj International és Vinum Tokaj Canada, a Tokaji Wine Boutique étterem és a Magyar Borok Háza megnyitásával Torontóban. Szepsi István társaságában a két cég képviselői, Balla Attila és Balla Sándor szintén részt vettek a díjátadási ünnepségen. Ha valakinek kell egy szép öltöny, az tudja, hogy menjünk a Tomihoz. És a Tomi az vár titeket. Tominak van egy arca. A Tominak az üzletje az itt van, a Kensington piacon 1958 óta. A Tominál megtalálod a legszebb olasz, német és kanadai öltönyöket. Az anyaga, amit a mi üzletünkben a Tom's Place használ, az mindig tiszta gyapjú. Gyertek be a Tomihoz bizalommal, és mondjátok meg a Tominak, hogy Tomikám, hát mi láttunk a TV-be, és akkor Tomi fogja nektek mondani, hát akkor az ár természetesen sokkal jobb. Gyertek be a Tomihoz, és soha nem fogjátok megbánni. És ami választ, várok tőletek, Tomikám, hát jövünk, hát fiaim, gyertek a papához. Jó szomszédom, sajnos éppen trombitás. Ha megfújja trombitáját, zeng belé az egész ház. Nem is volna nagy baj az, hogy használja a hangszerét, csak ne fújná állandója ugyanazt az egyzenét. Hogy bam, bam, paparapapam, bam, paparapapam, bam, paparap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 
Ba-ba-ra-ba-bam. Kora reggel megkezdi a munkáját a szemetes szomszéd ura. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Várjuk Önöket egy hét múlva is a képernyők elé. Az Egy perc Magyarország című sorozat következő epizódját láthatják most, mellyel búcsúzunk Önöktől. Viszontlátásra! Egy perc Magyarország. Miskolc a nyitott kapuk városa, Borsodabaúj-Zemplén megye székhelye.
A város programjai közül kiemelkedő jelentőségű a Miskolci tél Kocsonya Fesztivál nevű rendezvény. Egy évtizedes múltra tekint vissza a hagyomány egy olyan városban, mely egy szólásban a következőképpen hangzik. Pislog, mint a miskolci kocsonyában a béka. A legendának valóság alapja van. Már a 18. században híres volt a város a házi készítésű kocsonyáiról, vásárokon, vendéglőben a miskolciak kedvelt étele volt. Egy boros pincében a megdermedni készülő kocsonyába beleugrott egy béka, és a vendég asztalára került. A kocsonya legendája, szeretete tovább él. A téli szezonban is a városba hívja a vendégeket. Ünnepel kocsonyavállal, kocsonyafesztivállal, kocsonyafőzőversenyekkel. A fesztivál országos látogatottságú és elismertségű rendezvény. A műsorszám támogatója Magyarország elegáns szállodáinak gyűjtőhelye a premiumhotelek.hu. Premium Hotelek, az 5 csillagos választás.